Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ezúttal Kínába kapcsolunk itt az Ultrahang csatornáján. Hétnapos látogatásom tartózkodik, ugyanis Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke Kínában. Erről fogunk beszélgetni Ricsivel, akit nemrég ismerhettek meg az Ultrahang csatornáján, és most őt kapcsoljuk Shanghai közeléből. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szia, köszönöm a meghívást. Na pontosan te most hol vagy? Én jelenleg most Jiangsu tartományban vagyok, ami itt van Shanghai mellett, és Shanghaitól kb. Egy órányira vagyok, Wuxi nevű városban. Ez Jiangsu tartománynak vagy a második, vagy a harmadik legnagyobb városa. Mondjuk ebben a tartományban, amit esetleg ismerős lehet a hallgatóknak és a nézőknek, az mondjuk Nanjing városa, amit olykor Nankingnek hívnak, vagy pedig Suzhou városa. Magyarországi idő szerint reggel 8 óra van, amikor beszélgetünk. Nálatok akkor ilyen 15 óra van, ha jól 14, számolok. most nálam 14. délután 2 van, igen. No, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára, és akkor bele is vágnánk a mai témánkba. Ugye a megválasztás, a beiktatása óta Putyint most először ment el Kínába, és kezdjük azzal, hogy a kínai sajtó magának az érkezésnek a hírét, azt hogyan tálalta, milyenek voltak az elvárások, és hogy sikerült a találkozó. Na most a Putyinnak ugyebár nemrég volt a beiktatása, tehát hogy ő 7-én volt a beiktatása, 9-én részt vett a győzelemnapi katonai ünnepségen, és ezt követően már is elkezdte a kínai látogatást előkészíteni. Azt kell tudni, hogy a Putyinnak a látogatása az ugyebár most 16-a és 17-e, tehát ez a két nap, amikor Kínában teszi meg az új beiktatása utáni első hivatalos állami látogatását. Vannak olyan pletykák, melyek szerint Törökország nagyon szerette volna, hogy ők legyenek az első olyan ország, akiket így meglátogat az új beiktatását követően, de úgy néz ki, hogy az oroszországi, illetve a Putyinnak az oroszországi érdekei azok Kínát előrébb helyezték, mint Törökországot. A mostani látogatás ugyebár 16-án hajnali, pekingi idő szerint hajnali 3-4 óra körül érkezett meg, nagy delegációval érkezett, iszonyatosan nagy delegáció, azt mondják, hogy talán egy géppel el sem fértek a delegációnak a tagjai. A kormánytagok közül is a legfontosabb, a legmagasabb rangú kormánytagok érkeztek, Lavrov, Shoigu, a pénzügyminiszter, a Nemzeti Banknak az igazgatója, egyéb nagy bankoknak az igazgatói, olajvállalatoknak a vezetői. Tehát rendkívül nagy fontosságot szentelt Putyin a mostani kínai látogatásnak, és egyébként a látogatást megelőzően voltak olyan jelek a nemzetközi térben, amelyek azt a következtetést, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy vannak olyan országok, államok a világban, amelyek nagyon jól, illetve pozitív jellegűnek, tehát hogy pozitívan álltak hozzá ez a kínai-orosz kapcsolathoz, és persze vannak, akik nem annyira. Például 15-én Katar bejelentette, hogy 18 a világ legnagyobb LNG hajójának a legyártását rendelte meg, most Kínából a szokásos koreai gyártóktól eltérően, tehát hogy most már nem koreaiaktól rendelte meg most az LNG szállítóhajókat, hanem Kínából. Ez egy 6 milliárd dolláros értékű, dollárértékű megrendelés, és ez annak fényében is történhetett, hogy Putyin a kínai látogatást megelőzően egy távol-keleti régióban felépülő LNG gáztranszfer állomásnak a megépítését jelentette be az orosz források szerint, amely egy kínai-orosz együttműködés, és amelynek az értéke 7 milliárd rubel értékű egyébként, ami éves szinten 30 milliárd rubel gazdasági értéket fog képviselni, és amely az jelenlegi 1 millió tonnányi folyékony, szóval az LNG gáz mennyiség
meg fogja növelni 10-szer, vagyis 10 millió tonnára. Tehát, hogy ez annak fényében is érdekes, mert hogy ugyebár a Putyin mostani látogatása az két helyszínből áll leginkább. 16-án Pekingben tette meg a látogatását, és 17-én pedig pont a északkelet, tehát a kínai északkeleti régiójában található Harbinba fogja eltölteni a 17-i napot, ahol ugyebár találkozik az orosz távol-keleti, szibériai távol-keleti régió és a kínai északkeleti régió. Beszélgetünk majd Harbinról is, meg annak a jelentőségéről is, de akkor egy kicsit még a látogatásnak az előzményeihez, és végre örülök, hogy megkérdezhetlek téged, aki mégiscsak ott élsz, és el tudod mondani, hogy én kétféle narratívát ismerek az orosz-kínai viszonnyal kapcsolatban. Az egyik, hogy ez egy abszolút szoros, az oroszok által inkább a Kínának alárendelt viszony, ahol Xi Jinping elnök diktál Putyinnak. Vannak Magyarországon ilyen sajtócímek, hogy odarendelték Pekingbe Putyint, és ilyen hírek, ez az egyik verzió. A másik, hogy valójában ez egy ideig, óráig tartó érdekszövetség, de hogy Kína továbbra is igényt tart Szibériára, és hogy ez miatt előbb-utóbb úgyis konfliktus lesz, illetve hogy valójában Oroszországnak sem jó, hogy ennyire olcsón kell adnia most kényszerből az orosz nyersanyagot, és hogy ez egy kényszerszövetség előbb-utóbb majd alakulni fog. Szóval milyenek valójában az orosz-kínai kapcsolatok? Ugyebár most az Ultrahangnál vagyunk, és most veled, Király Tamással beszélgetünk. Én nagyra tartom a műsorodat, és téged is, és szerintem hagyjuk is ezeket a bulvár jellegű pletykákat, amik arról szólnak, hogy Xi Jinping elnök úr ide rendelte Putyint, vagy hogy az orosz nyersanyagok és alapanyagoknak a olcsón felvásárlása lenne a cél. Tehát, hogy beszélgessünk inkább komolyan. Először is Putyin, tehát Oroszország ugyebár most Putyinnak az új beiktatását követően először is a volt Sojgut leváltották, mint a volt Védelmi miniszter kész. hadügyi minisztert, és egy új hadügyminisztert nevezett ki, akiről köztudott, hogy egy gazdasági szakember, tehát hogy ebből az következik egyébként a nemzetközi megítélések szerint, hogy Putyin egy hosszú távú háborúra rendezkedik be, mivel hogy kezdi belátni azt, hogy a nyugat lemondott arról, hogy a háborút befejezzék egy hamar, és ez esetben az az elsődleges a putyini, vagy hát Putyin számára, az Oroszország számára, hogy az orosz lakosságot ne érje semmiféle gazdasági hátrány, és hogy meg tudják tartani a lakosságnak a színvonalát, és ebből következik az, hogy a hadügyminiszternek a pozíciójára egy gazdasági szakembert nevezte ki. Ez a nemzetközi elemzés vagy megítélés ezzel a témával kapcsolatban. És hogy visszatérünk arra, hogy mi a kínai-orosz gazdasági kapcsolat, vagy kereskedelmi kapcsolat. Tehát, hogy nem most kezdődött el, tehát nem az ukrajnai háborúnak a megkezdésével kezdődött meg a kínai-orosz gazdasági, illetve kereskedelmi kapcsolatoknak a felépítése, és viszont azt kell mondjam, hogy az utóbbi években ez a volumen, ez nagyon nagyban nőtt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a kínai és orosz kereskedelmi volumen 2020-ban még 100 milliárd dollár körül volt, ahhoz képest az előző évi kínai-orosz kereskedelmi volumen az meghaladta a 240 milliárd dollárt. Csak hogy tudjuk hova tenni, Magyarország éves GDP-ja 180 milliárd dollár körül volt 2023-ban, és ezzel a mennyiséggel, ezzel a 240 milliárd dolláros mennyiséggel, ez már megközelíti egyébként a kínai-amerikai gazdasági kapcsolatok, vagy kapcsolatok, a kínai-amerikai gazdasági volumennek a felét. Tehát még nem, közel, nem, nem éri el, de már közelíti, és ezt a 240 milliárd dollár értékű gazdasági volument, ezt az idei évvégére a kínai és orosz vezetés 280-290 milliárd dollár
értékűre kívánja növelni, hogy tudjuk hova tenni. Ez a mennyiség, ez a tavalyi év, vagy az azelőtti évhez képest, ez 26%-os növekedést jelent. És ebben természetesen nem csak az olaj, vagy a nyersanyagok, vagy az energia exportot kell belevenni, hiszen ezen kívül nagyon sok más is van. Egyébként ebben a kontextusban, vagy ebből a szemszögből nézve, ez nagyon hasonló, mármint a kínai, vagy mondjuk úgy, hogy az orosz-kínai ilyen jellegű gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak a jellege, mint azelőtt Oroszországnak Németországgal volt. Tehát, hogy mi volt a német-orosz kapcsolatnak a lényege? Az, hogy az oroszok az energiaforrást, az olajt, a gázt, az alapanyagokat, a fát például, vagy a bányatermékeket, azokat exportálták Németországban, és Németországon feldolgozták ezeket, és minőségi terméket állítottak elő, amire egyébként a világnak és a német exportnak szüksége volt. Na most ugyanez a helyzet jelenleg, vagy nagyon hasonló az a helyzet van most Kínával, és köztudott ugyebár, hogy az Európai Unió most egy háborús pszichózisa miatt az Egyesült Államokkal karöltve együtt szankcionálni próbálják Oroszországot, többé-kevésbé sikeresen, mert ugyebár látjuk azt, hogy azért az orosz színvonal az nem csökkent, és ennek fényében most, hogy nem tudnak annyit exportálni Európa felé, ami azelőtt nagy mennyiség volt, azt most Kína fel tudja vásárolni, és ennek jeléként látjuk azt, hogy a tavalyi például az orosz olaj export, tehát a Kínában irányuló olaj, orosz olaj export az 24%-kal nőtt az előző évhez képest. És azt lehet mondani, hogy ez jó Kínának és jó Oroszországnak is, vagy ez csak Kínának jó? Ez természetesen jó mind a két országnak, mert nézzük meg azt, hogy Oroszország annak ellenére, hogy most nyugati európai szankciók sújtják, neki továbbra is szükségük van a minőségi termékekre, továbbra is szükségük van autókra az embereknek, továbbra is szükségük van azokra a minőségi feldolgozó termékekre, amik azelőtt mondjuk Európából szereztek be. És ezt most a kínai gazdaság, a kínai gyártási technológiának a fejlődésével azt láthatjuk, hogy a kínai gazdaság az orosz nyersanyagokból elő tudja állítani azokat a minőségi termékeket és export cikkeket, amikre a Oroszországnak szüksége van. Tehát, hogy ez egy win-win szituáció mind Kínának, mind Oroszországnak. Azt mondta Putyin még a látogatás előtt a CCTV-nek, tehát a kínai állami médiának, hogy dicséretes a felek időszerű döntése, hogy a kétoldalú kereskedelemben megerősítették a nemzeti valutájukban történő közvetlen elszámolásokat, és a Xi Jinping-nel folytatott tárgyalásain pedig kijelentette, hogy ma már az összes kifizetés 90%-a rubelben és yuanban történik. És ugye gyakran beszélnek a BRICS országokról, illetve azokról a tervekről, hogy a dollárnak a hegemóniáját valamilyen formájában megtörjék. Te hogy látod, ez mennyire működik a gyakorlatban? Na most ugye 16-án Putyin, amikor megérkezett Pekingben, akkor a 16-ai programban benne volt az, hogy a kínai névi párgyűlésnek az épületében tartottak először egy kisebb megbeszélést a két országnak a vezetői, valamint ezt követően egy nagyobb jellegű, vagy egy ilyen, hogy mondjam, ott a sajtó nyilvános eseményt is rendeztek, valamint kereken 10 megállapodást kötött a két ország nagyon sok iparágot érintően, a média, a kereskedelem, az olaj, és ebben benne van a banki szektor is, tehát a pénzügy is. Na most az előbb említettük, hogy jelenleg 240 milliárdos a két oldalú kereskedelmi volumen.
Ha most erről az elszámolásról beszélünk, erről a témáról, akkor most azt kell mondjam, hogy nem tudjuk kihagyni az Amerikai Egyesült Államokat, mert ugyebár az Amerikai Egyesült Államok is tett lépéseket, gesztusokat, ugyebár Putyin látogatását megelőző napokban jelentette be Biden, hogy Amerika a kínai elektromos autókra 100%-os vámot fog kihelyezni, valamint azt is kilátásban helyezték, hogy azon kínai bankokat, amelyek részt vesznek a kínai-orosz kétoldalú kereskedelmi tranzakciókban, azokat szankcionálni fogják, mivel hogy az orosz gazdaságnak a támogatását úgy tekintik, hogy egyenesen a háborúnak a támogatását jelenti az amerikai szemszögből, ami ellentmond az amerikai érdekeknek, és ezért kilátásban helyezik, hogy azon kínai bankokat szankcionálni fognak. Na most erre egyrésztről, ha már van egy 200 milliárd, 240 milliárd dolláros kereskedelmi volumen, akkor már vannak hírek arról Kínában, hogy esetleg érdemes lenne egy kínai-orosz bankot létrehozni csak ennek a kétoldalú kereskedelmi tranzakciónak a lebonyolítására, hiszen ez már van akkora volumen, hogy érdemes legyen egy kínai-orosz bankot létrehozni, de természetesen más megoldások is léteznek. Tehát, hogyha visszamegyünk az időben, akkor azt láthatjuk például, hogy a szovjet időben is létezett hasonló megoldás, akkor is egy harmadik országbeli valutát választottak a kereskedelemnek a tranzakciójának a lebonyolítására. A szovjet időben ugyebár svájci frank alapú elszámolás volt, és ott éves szinten az év végére azt nézték, hogy akkor többlet van, vagy kevesebb lett a végösszeg, és ennek megfelelően egyenlítették ki a számlát. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes sztori Kínában egyébként, hogy az akkori időben ugyebár az összes hogy mondjam, szociális vagy szocialista országgal így működött a nemzetközi kereskedelem ilyen területen, és akkoriban a románok nagyon sokkal tartoztak Kínának, és volt olyan idő Pekingben, mikor nagyon sok román bútort lehetett kapni, mert hogy Románia annyira tartozott Kínának, hogy nem tudtak fizetni, ezért román bútorban fizettek. Bútorral fizettek, és mert volt egy idő, mikor a piacon rengeteg román bútor volt megtalálható. Tehát, hogy léteznek megoldások, de ez egyébként nagyon érdekes, hogy amikor egy olyan kereskedelem, vagy egy olyan gazdasági kapcsolat, mint a kínai-orosz, ami egyébként se nem veszélyeztet semmelyik másik harmadik országot gazdaságilag, és nem is tudja befolyásolni semmelyik harmadik ország. Ennek ellenére beszélnünk kell arról, hogy az amerikai szankciók miatt más megoldásokat kell találni ennek a kereskedelmi kapcsolatnak a fenntartására. Tehát ez is egy nagyon érdekes aspektus. De mennyire érzékeled azt egyébként, hogy ez egy tényleg gazdasági háború az Egyesült Államok világa és Kína világa és érdekszövetségei között? Mert azért kérdezem meg közben, meg tudjuk, hogy az USA el van adósodva Kína irányába, meg hogy közben a kínai áru azért mégiscsak vándorol az USA-ba is, közben meg azért mégiscsak most már vannak olyan törvényi erőre emelt intézkedések, amelyek meg azt mutatják, hogy itt tényleg korlátozó intézkedéseket vezetnek be. Ez szerintem ez egy globális játszma. Tehát, hogy azt például most mondok egy példát, ez is a Putyin pekingi látogatása előtt nem sokkal pár nappal történt, hogy Perúban bejelentették, hogy ott a kínaiak által épített kikötőt, kereskedelmi kikötőt 2024 novemberében át fogják adni, és hivatalosan is megkezdi a működését, használatot fogják venni a helyiek, és erre az amerikai kormány részéről azonnal érkezett egy az aggodalmukat kifejező, hogy mondjam, tehát az amerikai kormány azonnal az aggodalmát fejezte ki, hogy a kínai
befolyás az betette a lábát Dél-Amerikában. Ami meglepő annak fényében, hogy akkor a kínaiak mit szólnak ahhoz, hogy a Fülöp-szigeteken épülnek az új amerikai katonai támaszpontok, katonai hadgyakorlatok folynak arrafelé, Japánban telepítenek új rakétákat az amerikaiak, Koreában megérkeztek az F-22A és F-35-ösöknek az új típusai, és azokkal gyakorlatoznak. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogyha azt nézzük, hogy Amerika egy dél-amerikai kínai kikötő miatt aggódik, akkor Kína mit szóljon ahhoz, hogy itt pedig amerikai katonai jelenlét van a közelben, a tenger másik oldalán. Amerika valóban nagyon sok adósságot felhalmozott, és nagyon jelentős kínai tartozásai vannak, de ez egy olyan dolog, tudod, hogy amikor valaki tartozik neked, akkor neked az a legfontosabb, hogy az adósságot azt vissza tudjad hajtani rajta. Tehát az amerikaiak most dolgoznak, azért pénzt keresnek, és ez érdeke Kínának is, hiszen az adósságait így tudja törleszteni Kína felé. Tehát, hogy másrésztről pedig a kínai-amerikai gazdasági kapcsolatok azért az jelentős volumen, valamint egyéb kapcsolatok is, tehát technológiai fejlesztések. Tehát, hogy annak ellenére, hogy van ez a politikai, hogy mondjam, politikai szájkarate, vagy politikai, gazdasági, most azt is nézhetjük egyébként, hogy Biden ugyebár azt mondta, hogy az amerikai, vagy a kínai elektromos autókra 100%-os vámot fog kivetni, amire Trump azonnal reagált, hogy a 100% nem elég, ha ő lenne az elnök, akkor ő 200%-os vámot vetne ki a kínai autókra. Tehát, hogy ezt vegyük úgy egy részben, hogy azért valamilyen szinten ez egy katona, ez egy politikai termék, az, hogy itt az amerikai politikában mit beszélnek a kínai-amerikai gazdasági kapcsolatokról, és másrészt pedig az üzleten emberek, a vállalatok, azok pedig reális értéket látnak benne, mert tudják viszont, hogy nagyon, nagyon jól tudják, hogy milyen számokkal lehet operálni, amikor ezek a politikusok így megszólalnak a saját politikai érdekükben. Beszéljünk a biztonsági kérdésekről, meg a különböző biztonságpolitikai kérdésekről, mert hogy ez is téma volt. Oroszország és Kína atomhatalmi biztonsági övezetek kialakítását szorgalmazza a különböző katonai szövetségek között. Ez is abban a nyilatkozatban van, amelyet a két elnök tegnap tett közzé közösen. Azt írják az állásfoglalásban, hogy az atomhatalmaknak meg kell őrizniük a globális stratégiai stabilitást, tiszteletben kell tartaniuk az egyenlő és hatatlan biztonság elvét, illetve nem szabad egymás létfontosságú érdekeit megsérteniük. Ugye te is utaltál itt például arra, ami Dél-Koreában zajlik, de hát beszélhetnénk akár a tajvani kérdésről, akár a csendes-óceáni térségről. Lehet azt mondani, hogy ezen a területen Oroszországnak és Kínának az USA a közös ellensége? Én nem beszélnék itt ellenségekről. Ez egy nagyon durva megfogalmazás. Én azt mondanám, hogy van egyfajta versenyhelyzet, van egyfajta van egyfajta ellenségeskedés. Ezt nem tudjuk kizárni szerintem, de amennyiben a versenyhelyzetre okot adó ellenségeskedés és kizárja a katonai konfliktust, akkor abban az esetben beszélhetünk erről. Tehát, hogy ha egyébként meglepő módon Kínában a Trumpnak van egy rajongó, úgymond idézőjelbe vett rajongó tábora. Igen? Tehát szeretik Trumpot. Igen, szeretik Trumpot, becézgetik, neveket adnak neki, külön videócsatornák vannak, amelyek Trumpnak a beszédeit, eseményeit közvetíti, elemzi, és szerintem ez azért alakulhatott ki így Kínában, mert mi láthattuk az elmúlt években azt, hogy hogyan alakult nem csak a kínai-amerikai kapcsolat a Biden-i időszak alatt, hanem az egész nemzetközi
tehát hogy az egész világnak a stabilitása hogyan alakult, mi alatt Biden van kormányban, Amerikában, és Kínával azt hiszem úgy veszik inkább, vagy úgy látják, hogy Trump sem volt jó annyira a kínai szemszögből, tehát ugyebár elindította a vámháborút, a kereskedelmi háborút, ezeket dolgokat, de inkább legyen egy versenyhelyzet, tehát inkább gazdasági verseny legyen a két ország közt, mint hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő intézkedések ellen kelljen valamilyen módon reagálnia, vagy felkészülnie a kormánynak. Szerintem ez lehet a Trump rajongásnak a hátterében itt Kínában. És én azt gondolom, hogy Oroszország, Kína és Amerika csak úgy, mint a kínai történelemben a három királyság korában, amikor a három nagy királyság küzdött azért, hogy ki tudja egyesíteni Kínát. Ez esetben beszélhetünk átvitt értelemben arról is, hogy a három nagyhatalom, Kína, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok ki tud felülemelkedni a másik kettőn, hogy a globális befolyást, abszolút szuperhatalmi pozícióját meg tudja őrizni, meg tudja szerezni. Beszélhetnénk erről, de szerintem nem érdemes, mert azt hiszem, hogy Oroszországnak, mint Kínának nem érdeke az, hogy egy globális szuperhatalom legyen, a világ csendőre legyen, hogy mindenhol legyenek katonai támaszpontjai. Ellentétben ugyebár az elmúlt mondjuk 60-70 évben már láthatjuk azt, hogy Amerikával ellentétben ő megvalósította ezt véli meddig, hogy ő egy globális szuperhatalom legyen, és én szerintem azért sem beszélhetünk mondjuk Amerikáról úgy, mint egy kínai-orosz ellenségképről, mert láthatóan az, tehát lehet, hogy a nyugati médiából nem ez jön le, de az amerikai nyomulás, vagy az amerikai dominancia, az sokkal nagyobb a világban, mint bármilyen kínai vagy orosz dominancia. Többek között arról is beszéltek egyébként, hogy közepes hatótávolságú rakétákat telepít az Egyesült Államok Európába és az ázsiai csendes-óceáni térségbe, és akkor az van ebben a közleményben, hogy az Egyesült Államok globális légvédelmi rendszerének létrehozásáról és ennek telepítéséről van szó a világ különböző pontjain, a világűrben, illetve a nagypontosságú nem atomtöltetű fegyveres potenciál kiépítéséről Európában és a csendes-óceáni térség déli részén. És ugye nagyon érdekes, hogy itt különböző narratívák, hogy az USA meg azt mondja, hogy igen, de hát Oroszország most bizonyította be, hogy fenyegetést jelent, és Kína is fenyegetést jelent, és hogy ilyenkor, ha mind a két fél úgy érzi, tehát a globális dél meg a nyugat, hogy a másik fenyegetést jelent, hogy te látsz arra bármi esélyt, ugye itt említetted Trumpot, hogy például, hogyha Trump lenne az Egyesült Államoknak az elnöke, akkor ez a mostani ilyen hidegháborús hangulat kicsit alább hagyna? Szerintem, amit te is mondtál, tehát ebből is azt láthatjuk, tehát te is itt említetted, hogy Amerika az, aki rakétákat telepít Európában, közepes hatóságú, akár atomtöltetet is hordozható váltevő rakétákat. Azt hiszem úgy hallottam, hogy lengyelek nagyon szeretnék, hogyha oda telepítenék ilyen atomtölteteket, valamint a csendes-óceáni régióban, a dél-kelet-ázsiai vagy távol-keleti régióban. Tehát, hogy ebből is azt láthatjuk, hogy igazából Amerika az, aki ezeket a katonai provokációkat végrehajtja, és természetesen nem ok nélkül, hiszen a hatalmas nagy hadiparral rendelkezik, Amerika a világ legnagyobb hadiparával rendelkezik, és ez egy nagyon nagy üzlet is, egy nagyon nagy üzletág Amerikában, és hogyha van ilyen fajta provokáció, akkor nagyon, a világ nagyon sok országában, akik közt nagyon sok ügyfele van az amerikai hadiparnak, akkor
akkor ők nyilvánvalóan egy jelentős részét a hadi kiadásoknak erre fogják fordítani, hogy akkor egy állítólagos fenyegetést jelentő nagyhatalommal szembe felfegyverezzék magukat, és hát honnan máshonnan, mint az Amerikai Egyesült Államokból. Na most a kínai és a, tehát egy másrésztről pedig nézzük meg mind a három országnak a globális földrajzi elhelyezkedését, tehát ugye Amerikának s az összes, tehát mind a négy égtáj felé, bármerre nézünk, nincsenek neki fenyegetettségei, ha csak nem a mexikói, nem tudom, illegális határátlépőket nézzük, de hát oda meg nem kell nukleáris töltetű rakétákat telepíteni annak megvédésére, tehát hogy a Kanada az egyértelműen egy 100%-os partner az USA-nak, és a Csendes óceán, se az Atlanti óceán felől nem várható a közeljövőben semmilyen fenyegetettség az Amerika számára. Nem úgy, mint Oroszország és Kína esetében. Tehát Kínában azt láthatjuk, hogy a teljes keleti partot azt körülvette Amerika, a dél-koreai, Japán, az utóbbi időkben a Fülöp-szigetei katonai támaszpontokkal, ugyebár Oroszország esetében is jelenleg is, ugyebár azt ne felejtsük el, tehát hogy ezt mindig szerintem elfelejtik megemlíteni, amikor az orosz-ukrajnai konfliktusról vagy háborúról beszélünk, hogy az igaz, hogy Oroszország az agresszor, aki megszállta vagy megtámadta most Ukrajnát, azt mindig felejtik, hogy a NATO pedig, vagy az Amerikai Egyesült Államok által vezetett NATO pedig figyelmen kívül hagyta azt az ígéretét, igaz, hogy azt állítják sokan, hogy ez csak egy szóbeli ígéret, de akkor is megszegte azt az ígéretét, hogy ő kelet felé bővítené a NATO-nak a határait, és Ukrajna, ez egy vörös vonal volt mindig is Oroszország számára, hogy belépjen a NATO-ban, tehát hogy azért ezt ne felejtsük el megemlíteni mindig, hogy az orosz agressziót megelőzően az ukrajnai NATO csatlakozásról volt szó, és az orosz agresszió többnyire ezért is alakult ki, mert nem szeretnék, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen, mert az azt jelenteni, hogy a NATO és a NATO az közvetlenül határos lenne Oroszországgal. Tehát ez mindig is egy vörös vonal volt Oroszország számára, és ezt kijelenthetjük, hogy ezt az amerikaiak által vezetett NATO provokálta ki, egy védelmi szövetség, amelyik most átment támadó jellegre. Érdekes, hogy te is az orosz agresszió szót használtad, és ugye én amennyire láttam, a kínai sajtó azért időnként írja ezt, hogy orosz agresszió, hogy mi a kínai álláspont, mert azt láttam, hogy az a kínai álláspont, hogy legyen béke, ugye maguk az oroszok is azt mondják, hogy a kínai béketerv közelít a legjobban a valósághoz, de hogy Kína egyébként mennyire lelkes oroszország-ukrajnai offenzíve mi amiatt, tehát azt mondják, hogy kell, nem kell, vagy mi jelenik ott meg? Szinte semennyire nem látom a lelkesedését a kínaiaknak, hogy Oroszország és Ukrajna közt háború van. Ugyebár Ukrajna, Zelenszky 15-én, tehát így pont a putyini látogatást megelőző napon Zelenszky Ukrajnában aláírta azt a dokumentumot, amely szerint kilépnek hivatalosan is a fák országából. Ez ugyebár a volt Szovjetunió tagállamait összesítő független államok közösségét jelenti. Na most szerint a kínai béke kezdeményezés, ezt tegyük hozzá, hogy nem csak az ukrajnai konfliktusra értendő. Például Putyin a mostani látogatás során Xi Jinping elnökkel az ukrajnai konfliktus mellett a közel-keleti konfliktust is ról, tehát a közel-keleti konfliktusról is folytak megbeszélések, és a kínai béke terv, vagy a béke javaslat, az igazából egy globális békejavaslat, tehát nem csak az ukrajnai konfliktusra értendő, és ez abszolút nem érdeke szerintem sem Kínának, sem a világnak,
Jó, talán egyes katonai beszállítóknak és hadiparoknak érdeke az, hogy háború legyen a világban, így ezáltal több fegyvert tudnak eladni, de a fegyvernepereken kívül szerintem semmelyik országnak vagy senkinek igazából nem érdeke az, hogy világban háború legyen. Tehát, hogy az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban is továbbra is egyrésztről a kínai béketervben meg van fogalmazva az, hogy a konfliktusnak a megoldására a legjobb, tehát a konfliktust úgy lehet a legjobban megoldani, hogyha politikai megoldást találunk rá. És Putyin elnök a mostani látogatása során tett is gesztust arra, hogy ő a kínai békejavaslatot támogatja ebben az értelemben, és ő is azt kívánja, hogy minél hamarabb megtalálják a politikai megoldást a konfliktusnak a megoldására. És akkor most, amikor beszélgetünk, mert hogy ugye most ez Magyarország idő szerint péntek reggel, nálatok péntek délután van, hogy Putyin ezekben az órákban az északkeleti Harbin városában tartózkodik, ahol megnyílt egy orosz termékeket árusító bevásárlóközpont. Mi a Harbini látogatásnak a szimbolikája, lényege, célja? Igazából Kína szerte vannak orosz, úgymond orosz boltok. Tehát én emlékszem, amikor Pekingben laktam, akkor ott van orosz negyed is, meg amikor mondjuk a Magyar Követségnek a kollégáival beszélgettünk, akkor többnyire volt szó az orosz boltokról, például onnan lehet túrót, vagy tejfölt beszerezni. Na most ugye már Harbinban Putyin 17-én hajnalban érkezett, és Harbinról azt kell tudni, hogy ez az legészakabbra levő kínai tartomány, Harbin. Harbin város az Heilongjiang tartománynak a székhelye, vagy a fővárosa. Tehát, hogy oda látogatott most az orosz elnök. A mostani látogatása során egyébként a kínai kereskedelmi minisztérium megrendezett egy orosz termékeket promotáló digitális expót is, ami azt jelenti, hogy Kínában egyébként nagyon elterjedt a digitális online kereskedelem, ami azt jelenti, hogy különböző live streameken keresztül, mondjuk Magyarországon is van TikTok, ott is szoktak live-olni az emberek, de Kínában a live streamben, azon kívül, hogy egymás szórakoztatására indítanak ilyen streameket, ezen kívül Te is hatalmas szoktál? nagy. Én soha nem szoktam, megmondom Te őszintén, más műfajt űzöl. de ez egy más műfaj, így A van, hallgatók viszont nagyon. iratkozzanak fel a YouTube csatornádra, betesszük a linkbe. És akkor fogok streamelni, hogyha nagyon sok követőm lesz, igen. De Ha ma meg egyébként lesz az 1 millió Kínában, magyar követő, akkor mindenképp egy ünnepi ha már live-ot. 100 000 meg lesz, már akkor is, hogy 10 000. Tehát, hogy Kínában egyébként az online kereskedelem nagy részét kiteszi az, hogy vannak online, úgymond értékesítők, de egyébként ők egyben celebek is, mert nagyon sok hírességet meghívnak az ilyen streamekben, és különböző gyártóknak a termékeit értékesíti. Itt tennék egy megjegyzést arra, hogy egyébként ez egy új kereskedelmi modell. Tehát, hogy ugye az elmúlt években beszélhetünk a B2C-ról, vagy a B2B-ról. Tehát a B2C az a business to customer, tehát hogy a B2B pedig business to business. Na most itt az online kereskedelem esetében Kínában beszélhetünk egy M2B-ről, vagyis a manufacturer to business-ről. Közvetlenül a gyártótól értékesítenek terméket, M2B vagy M2C, a customernek, vagyis az ügyfélnek és a kereskedelmi partnernek. Na most Kínában nagyon fellendült ez az online kereskedelmi platform, vagy ez a fajta modell, ezért az orosz termékeket, az orosz turisztikai útvonalakat, az orosz éttermeket is ezúton próbálják promotálni Kínában a kínaiak számára. Visszatérve Putyinhoz, ő 17-én hajnalban megérkezik Harbinban, ott részt fog venni a 8. kínai-orosz gazdasági vagy kereskedelmi expón, és a 4. orosz-kínai regionális együttműködési fórumnak a megnyitójára. Ezen kívül a Harbini Műszaki Egyetem professzoraival és diákjaival is fog találkozni, és természetesen meg fogja látogatni a
hát mondhatnám azt, hogy Harbin leghíresebb turisztikai látványosságát, vagy leghíresebb épületét, a Szent Szófia Székesegyházat, amiről azt kell tudni, hogy 1932-ben fejezték be az építését, 9 évig építették, és ez egy orosz ortodox székesegyház. Na most egyébként Oroszországnak a távol-keleti régiójának a fejlesztése, tehát a Szibériának a távol-keleti régiójának a fejlesztése, ez Oroszországban nagyon régóta téma, és nagyon régóta próbálnak megoldást találni erre. És ez nagyon jó abban a tekintetben, hogy Kínában Heilongjiang tartomány szintén egy olyan tartomány, ami a többi 33 vagy 32, 33 azt hiszem tartományhoz képest viszonylag elmaradott tartomány szintén. Tehát, hogy most találkozik a két érdek. És most Oroszországban és Magyarországhoz hasonlóan van egy keleti, úgymond keleti nyitás politika, de azt hiszem Oroszországban a keletre tekintés politikájának hívják, és a távol-keleti régióban a Harbinnal való találkozás, ez egy, és van most politikai és gazdasági szándék és akarat arra, hogy ezt a régiót fejlessze a két ország, ezért ez a régió, ez most hatalmas nagy lehetőségnek örvendhet az elkövetkező időkben, hogy a két országnak az erőforrásait és pénzügyi lehetőségeit felhasználva tudják ezt a régiót fejleszteni. Összességében végezetül te, hogy látod ez a mostani látogatás? Nyilván az, amit az elnökök beszélnek egymás között, az egy dolog, de ezen túl ilyenkor egy csomó háttérmegállapodás, gazdasági háttérmegállapodás és egyebek születhetnek, hogy ezek a személyes találkozók tovább lendítik a kínai-orosz kapcsolatokat, vagy itt már az alapok korábban lelettek téve, és ezek ilyen részlettárgyalások? Én azt gondolom, hogy természetesen a két ország vezetőjének hatalmas apparátusa és stábja van nagyon sok területen, és a kínai-orosz egyeztetések szerintem megállás nélkül zajlanak, tehát hogy rengeteg mindent a stábok azok megvitatják egymással. Viszont 16-án, amikor megérkezett Putyin, akkor aznap este volt egy zenei mű előadás, ami megünnepelte a kínai-orosz diplomáciai kapcsolatfelvételnek a 75 éves évfordulóját, és Xi Jinping elnök és Putyin elnök még tehát a Putyin mostani beiktatását megelőzően megegyeztek arról, hogy 2024 és 25 ez lesz az az év, amikor megünneplik a kínai-orosz kulturális kapcsolatokat, ezért ez egy kínai-orosz kulturális év is egyben, és a hivatalos, valamint a sajtó nyilvános eseményeken túl egyébként a Xi Jinping elnök a pekingi Zhongnanhai területén fogadta Putyint. A kínai médiában lehet egyébként erről videórészleteket látni, ahol nyakkendő nélkül öltönyben sétálnak és teáznak a Zhongnanhai területén. Tehát, hogy én azért fontosnak tartom azt, hogy ott volt egy személyes egyeztetés a két elnök és a két elnökhöz legközelebb álló kormánytagok közt, és szerintem ezen a megbeszélésen azért nagyon sok olyan támpontot, olyan alapot helyeztek kilátásban, amit az elkövetkező időkben a két vezetőnek a stábja és apparátusa ismételten fog egyeztetni a további részletekről. Lécsi, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. A videónk leírásában tényleg megtalálják Lécsinek a csatornáit. Érdemes rá feliratkozni, mert ha elérik a 10 000-et, akkor ezek szerint jön a YouTube élő, és hát arra kérünk mindenkit, hogy ha tehetik az Ultrahang csatornájára is, iratkozzanak fel. Mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszont hallásra.